Sziasztok srácok, Zsozé vagyok. Ez pedig ismét a Rust, ugye volt már egy rész belőle, azonban mindig vibe van és törlődnek a dolgok, úgyhogy nekiugrunk előről, skacok. Nézzétek milyen balett, nézzétek ezt a mozdulatot, hát a Fővárosi Balettintézet megirigyelhetné a gyerekek. Na de nézzük is, mi lesz a mai program. Újra felépítjük a vityillónkat, gyerekek a fokhagymaseggű komával, fityeg a slag, a semmibe. Na és akkor kezdjünk bele a témába, gyerekek. Hát ugye itt anyaggyűjtögetésről van szó ezzel a játék a kapcsolatban, aki esetleg újon azt a... Hát kicsit sok a vastartalma a szarvasnak, gyerekek, ahogy hallottam az ütésből. Hát se baj, legalább nem lesz vitamin hiányunk. Kikloffoltuk, ugye kapunk bőrt, húst ilyenkor és csontot, ezt mind fel tudjuk használni. Milyen szép mögöttünk a táj, gyerekek. Itt a fantasztikus muzsika szólhatna. Sok homokot fúj, szemembe a szél. Ugye itt a sivatagban fogunk letelepedni, gyerekek, és itt fogunk egy kisebb vityillót összekovácsolni. Beszélünk majd arról, hogy hogyan és miként fejlődött az építkezési rendszer. Kell hozzá egy köbméter fa, ugye? Ezt ki is csapkodjuk gyorsba. Szerintem itt helyben valahol egyébként itt lepattintjuk a dolgokat, aztán itt fogunk lakni. Hát srácok, én igazából azokkal a játékokkal szeretem magam kínozni, ami mentéskor elveszíti az összes cuccot. És ugye ez a Forestnél is így van, és a Rustnál is. Tehát jön egy patch, és hello, szia, addig az összes történet. Ugye multiplayer játék, aki esetleg nem ismerné, és itt az a lényeg, hogy jönnek a népek, azt megölnek téged, ha van egy jó házad, egy bebiztosított kéglid, amit nehezen tudnak bejutni, vagy betörni, akkor... Tehát itt az a cél, hogy megvéd magad, és minél jobb fegyvereket készíts. Ugye? Az építkezés rendszerre szükség van erre a papíros cuccra, amit az előbb láttatok, meg craftoljuk is. Ezzel tudunk lerakni épületeket, illetve építő elemeket. Aztán nem is tudom, hol lakjunk. Kezd sötétedni. Ó, egy gyönyörű kutyatejvirág. Ha nem romantikus. Ó, micsoda anyagok, gyerekek. Nagyon gazdag részre találtunk. Én egyébként úgy vettem észre, ebben az új Rustban kevés a nyersanyag viszonylag, tehát nincs annyi, mint a régiben. Az előző rész az egyébként itt lesz bal fönt, egy átvezető linkot lecsekkolhatjátok, hogy abban mi történt. Gondolom lesz ilyen csoportos rész is, most azonban egyedül csapatom, gyerekek, kraftoljunk egy papírt. Még nem kraftoltuk le, azt hittem. Na, és ezzel a papírra fogunk tudni összekloffolni egy kisebb putri, gyerekek. Csak kell hozzá még egy kis fa, meg minden kutyaszar. Az építési folyamatot valószínűleg fel fogom gyorsítani, hiszen már egyszer végignéztétek. Úgyhogy nem lenne jó, minden egyes rész ugyanarról szólna. Na nézzük, hogyan lehet ez a cucc. Ugye ez az alap. Hoppá. És akkor itt ki tudjuk választani, hogy mit szeretnénk lerakni. Nagyszerű. Hát nem tudom, lehet, hogy csinálunk ilyen teraszt is, gyerekek, szerintem. De van ez az új balta, ezt még nem próbáltam, aki kipróbálta, hát, hogy gyorsabban épít vele, vagy mi. Hát nem. Egyáltalán nem gyorsabb. Na, szerintem visszaváltunk a másikra. Mert ez így felháborító. Hogy kim van a slag, gyerekek? Hát nézzétek el nekem, nincs még ruhánk. Szögények vagyunk. Lekraftolunk egy másik baldát, mert ez nagyon tróger. Addig ezzel kloffolunk, mint nagymuter. Aztán, ha elkészül, akkor pedig azt fogjuk használni. Hát nézzétek, ez aztán, öcsém, ez üt. Nem ilyen narkolepsziásan és lassan, mint a másik. Ezzel föl lehet venni a tempót lendületesen. Ide csinálunk egy teraszt, gyerekek. Itt lesz a bogrács parti, hogy jönnek a népek.
Itt fogunk szeletelni hajnalig. Na ezt a kettőt én megcsináljuk, aztán megnézzük egy falat, hogy hogy néz ki, amikor ugye ez is egy új dolog, hogy így ütöd és így jön az anyag elő. Ez is most került be, illetve hát eddig is ben volt, csak lila volt és bugos, meg szar is. Hova tegyük -e? Ide. Itt lesz jó, itt lesz a terasz részleg. Ide sima fal kell. Hol van? Itt van. Meg is van. Körbe cuppantjuk. Annak rendje módja szerint. Na nézzük. És akkor nincs is más dolgunk, srácok, mint hogy ja, lerakjuk még a kemencénket, begyújtjuk, hogy lássunk még valamit, ne a sötétbe kloffoljunk itt. Ugye addig veszélyben vagyunk, amíg az ajtón nincsen zár. A zárhoz pedig szükség van 100 vasra, addig bárki be tud sétálni az ajtón, hókonverdes finket és elfoglalja a mi szeretett putrinkat, ezt nem engedhetjük meg. Hát begyújtottuk a fényt, nem vagyunk sokkal előrébb. Az az igazság. Hogy baszott sötét van. Én lerakok egy ajtót. Na most, na. Rakd már le. Na mi van? Eltűnt. Na már még egyszer. Nekifutunk még egyszer, és sikerül, hihetetlen. Hát igen, innen már gyorsítva nézzük az eseményeket. Ez azért van, hogy ne kelljen végülnötök egy 40 percet, amíg kloffolom a házat, mert tulajdonképpen körülbelül annyit vesz igény, mert ugye 20-25 percet biztosan. Beteszünk egy lekváros rántott vízi biciklipedált a grillre. Ú, micsoda fény, gyerekek! Azért halljátok ezt? Halljátok, milyen hangja van, gyerekek? Azért ez nem mindegy. Egy komoly Goa Partin tudnám elképzelni ezt a hangzást, ahol nagyba veretik neki a szeletelést hajnalig. Tudom, még elnéznétek a szőke pumuklit, ahogy szeletel nagyba, de sajnos már nincs rá opció, gyerekek. Na de közben rakunk be még fát, mert nem sült meg a lekvár. Úgyhogy az ágyunkat még lepattintjuk. Valahogy, ha meghalunk, akkor az ágyunk mellett éledünk. Az esetben, ha nem ütik ki. Ez a kalapácsot megint kipróbáltam, hát ez szörnyű. Inkább a nagymuterféle kloffolóra visszaváltottam, mert tényleg így néz ki egyébként. Nagymuter kloffolója. Megsült. Végre haszelás. Gyerekek, csupa homantika. Azért ez a hang, ez sok minden alá elmenne, gyerekek, nem? Én úgy gondolom. Hát srácok, van még hátra bőven, az az igazság, de az nyugtasson benneteket, hogy tiszta udvar, rendes ház kitüntetéssel a zsebünkbe tudunk majd lavírozni a szerveren, ugyanis fantasztikus kéglit kloffolunk itt össze. Igaz, kicsit proli, nem emeletes, nincs benne padlófűtés, de még klíma sem. Lehet továbbfejleszteni egyébként a játékba a falakat. Ha addig nem jön a patch a következő részig, akkor arról is fogok beszélni, illetve megmutatom nektek. Én a régi Rustért nagyon oda voltam, amit tudni kell, ugye mai napig lehet játszani a régebbi Rustot, de ez is iszonyatosan tetszik. Ugye elvileg most bekerültek a fegyverek, illetve már működnek és hangjuk is van. Remélem is, hogy így van egyébként, úgyhogy fegyverrel is fogjuk majd csapatni. Meg mindenféle ilyen nyalánkság, gyerekek. Na már csak a tető van hátra, ha jól látom. Ugye 6-os szintig lehet fejleszteni a falat, meg minden szutykot. És akkor már jóformán kiüthetetlen, illetve behatolhatatlan a kéglink. Egyetlen egy hátulütője van az újdonságok közül. A kulcs és ez a zárrendszer, utálom. Szerintem nagyon tróger, megöl valaki, nálad van a kulcs, kilútolja belőled és bemegy a kéglitbe, és a falból kitépi a rezet, azt hazaviszi, leadja a mélybe. Vagy azt csinál, amit akar tulajdonképpen. Na, nézzük itt a terasz, gyerekek. Elérkezett ez a pillanat, itt a grillpartikat fogunk rendezni, itt lesz a lépcső. Nem, ott nem lesz lépcső, azt meg ki kell ütni. Ezt így, né?
Oh my gosh, gyerekek, hát nem, ez nem gyönyörű. Igazi interior kivitelezők vagyunk, skacok. És akkor már ugye az ár az nagyon fontos lenne, nézzük mennyi vasunk van. Oh my gosh, hát van itt bőven. Na mi van? Ja, aha, igen, nem lehet kivenni addig, amíg ég a tűz. Ilyen realisztikus, nem? És akkor 100 vasba kerül nekünk ez a zár, amire szükségünk van, ahhoz, hogy teljes legyen a biztonság. Ezt gyorsan lekraftoljuk. Addig nézelődünk, mint hal a szatyorba. Megnézzük, mint van klotunk. Tehát csak kéne csinálni valami ruhát, meg egy dobozt is összedobunk. Azért kéne a ruha, gyerekek, mert hát kilóg a pajszer, érted? Szemérem sértés és a barátai. Nézzük a tüzet addig, hát ha behúgyozunk, mint a gyerekek. Jól néz ki a kéglik, gyerek, nagyon lecsó lett. Rusztikus, nem? És kész is a zár, rápattintjuk. Ezzel sem vagyunk még kész egyébként, ugyanis a kulcskészítés is egy kraftolási folyamat, úgyhogy továbbra várakozunk, mint a nyugdíjas a busz megállóba, és nézzük tovább a tüzet. Addig lerakjuk a dobozt. Hát itt azért nincs olyan nagy, nem egy IKEA-ba vagyunk, gyerekek, tehát ilyen nagy interiőrös dolgokra nem kell számítani, úgyhogy ez van. A csontból tudunk majd egy kést csinálni, az jó lesz. Böllérbe átmegyünk, és akkor csináljunk pár ruhát a megmaradt klotból. Tényleg ne lógjon ki a slag, mert már én érzem magam kellemetlenül itt a végére. Ugye ezek sisakok, amit látok, ott az a kék vödör. Hát azt hiszem, ez magáért beszél. Párizsban a legújabb kifutókon hordják ezt, úgyhogy csirkehálóval befedett kék vödör. Nem szarra a gurit. Na hát nézzük szét egy kicsit, azt mondom, ugye rengeteg nyersanyagot kell gyűjteni, illetve állatot kell gyűjteni. Hát ez is, nézzétek, hát tele van vassal ez a malac is. Hát merre menjünk? Nagyon forró ez a homok. Jaj, de forró. Hát ugye a játékhoz ahhoz, hogy menő legyél, illetve viszonylag jól meg tud védeni magad, rengeteg cuccra van szükség. Ugye a fegyverek azok igazán drágák, vasügyileg. Illetve ha többen játszatok, azért jóval könnyebb. Tehát lehet építeni iszonyatosan nagy épületeket, nagyon látványos dolgokat. Egyébként nekem nagy kedvencem a játék. Ez a kívülnézet, ez magáért beszél, gyerekek. Vegyük már fel a gatyát, hát... Ajjajjaj. Tiszta Aurelio. Ez a gyerek itt helikopterezik, nézd meg. Csaurelio. Szégyen. Állítólag terveznek női karaktert is. Hát nem tudom, itt a végén nagy orgia party lesz itt a spawnon, érted? Mindenkinek kilóg a slag, a muff, a parizer. Bimbo áll, mint az ifaszelep. Vigyázni kell, gyerekek. Hoppa, távolban felcsillan egy kő. Ezt kikloffoljuk, erre szükség lehet. Egyébként a vasbaltával van csak ilyen hangja. Most döbbenek rá mindennek. Úgyhogy a vasbalta koppan a disznó hátán. Alumíniumból van, a kozmodiszket visel a disznó, azt azért van, gyerekek. Nézzünk el erre, hogy mi a tök van itt. Azt a mennyi anyag, vas, ott egy állat a távolban. A gyerekek, gazdagság van, jó! Slisszanunk a homokba, mert a strandon tombol a lábgomba, a gyerekek, Szabastéri strand jobbra megfigyelhető. Hát most már ezeket kiszedjük, aztán hazatérünk, mint a tékozló fiú. Gazdagon. És szerintem ennyi volt az első rész, tehát ugyaninnen fogjuk folytatni, remélem, hogy nem jön a patch addig. Üssed, üssed, haver! Nézzük el, arra ott volt egy állat, azt azért még le kéne küzdeni.
legyen nálunk szajri. Itt egy farkas. Mi ez? Hallod? Mi ez? Hát tiszta kemény a farkas. Eddig 2-3 ütés volt, most meg belénk is harapott egyet. Vérzünk is, amit látjátok, és amikor fogy a HP-nk. Egy bandage-et használunk, betekerve magunkat. Azért, hallod, most nem azért mondom, gyerekek, de ezt a vaddisznót is megkívántam egy pillanat. Nézzétek, mert gyorsabban mozgott, mint az árnyékom. Engem, hát a karaktert Chuck Norris nevelte, gyerekek. Figyeld be! Kajak gyorsabban mozog az ember, mint az árnyék. Hát azért az nem semmi. Mi gyorsaság az? Na, megindulunk haza, gyerekek! Útközben kiszedjük a fákat, és akkor ugyaninnen fogjuk folytatni a következő részben, remélhetőleg, hogyha nem jön a patch. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Zsozé voltam. Pacsi mindenkinek. Szevasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogy ha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam, szevasztok!